november 14-én Budapesten vívja profi karrierjének utolsó mérkőzését a korábbi cirkálósúlyú magyar bajnok Bozai Gyula. Az NB1-es labdarúgóból lett profi bunyós, szeretne egy szép győzelemmel búcsúzni az aktív ökölvívástól, és természetesen egy olyan őszinte és nyílsisakos csatát kíván megvívni, amilyet az évek során már megszokhattunk tőle. Én az utolsó mérkőzésem után egy évig minden éjjel úgy aludtam el, hogy meccsek pörögtek a fejembe, a saját meccseim, vagy az elképzelt meccseim, és hát borzasztó nehéz volt. Most arra szoktam meg nagyjából azt, hogy már nem fogok boxolni, erre visszatérek, úgyhogy most megint lesz egy nehéz egy évem. Hát nagyon nehéz abbahagyni, mert ugye az edzéseken azt érzed, hogy jó állapotban vagy, ugye ha nem készülsz meccsre, nem zavarnak a makacs sérülések, mert annyira nem terheled magad, megint azt az érzést érzed, hogy minden rendben van, és hát egy nagy mágnes ez a ring valóban, és mindig vonz, hogy visszatér. Azt azért el kell mondjam, hogy ugye gyakran szóba kerül ez a focista múlt, nagyon jó alap erőlétet, álló képességet ad a labdarúgás, és abból nagyon hosszú ideig táplálkoztam, olyannyira ugye hosszú ideje nem az igazi a térdem, és a futó edzéseket nekem patika mérlegen kellett adagolni, és azért, hogyha láttad a meccseimet, soha nem volt erőléti problémám, sőt, nagyon sok ellenfelemet úgymond leatletizáltam, furcsa szóval élve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel most is minden rendben lesz, még egyszer mondom, hogy most a fogyasztás nem vett ki belőlem, ami szintén egy nagyon nagy előny, és én bízom benne, hogy ugyanazt a Bozai Gyulát látják, hisz ahányszor ugye nehéz súlyba boxoltam, az rendre kiütéssel végződött a javamra, úgyhogy azt szeretném, hogy most is így történjen. Aki már boxolt, az biztos érezte ezt az érzést, hogy a legjobb rész az, amikor az ember a ringbe lép, vagy a ringbe befelé vezető út, amíg bemész, mert abban érzed azt, hogy legyőzted önmagad, megjön a munkádnak az eredménye, őrjünk a közönség, a rabja vagy az ő hangulatuknak. Tehát azt tényleg nagyon nehéz szavakkal leírni, hogy milyen érzés bevonulni a ringbe, és főleg, amíg utána jó teljesítmény nyújtasz, az hosszú időre meghatározza a hangulatodat. Úgyhogy én ezzel a jó érzéssel szeretnék majd a civil életbe, nem is civil életbe, hiszen edzősködök és csinálom a boxteremet, tehát ezzel a jó érzéssel szeretnék a továbbiakban a boxra foglalkozni.